És akkor most Kovács Gergely, Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, társelnöke egészen pontosan. Számok, 53,6%-ot szerezve abszolút többséggel lett polgármester, és a 12 egyéni körzetből 12-t nyert meg a közösen induló ellenzékkel. Ez ugye 9 kutyapártos, 2 momentumos és majd egy civil jelöltet jelent. Ez igen impozáns, azt kell, hogy mondjam, tehát fölényes győzelem. Igen, nem tagadom, és hát nagyon köszönöm a kerületieknek ezt a bizalmat, és igyekszünk rászolgálni. Most a legnehezebb azért az, hogy itt az elmúlt hetekben hát egy pár százmillió forintot elköltött a Fidesz, illetve a Megafon az én lejáratásomra, ami leginkább a drogosozásban tudott kimerülni. Úgyhogy most egy kicsit ketté szakadt a kerület, amennyire én látom, mert azért voltak, akik hittek nekik. Úgyhogy így az elején szeretnék megnyugtatni minden kerületi Fidesz szavazót, hogy higgyék el, az ő véleménye is érdekelni fog minket a következő 5 évben. Ugyanígy, ha a Fideszes, annak a 4 kompenzációs listáról bejutott Fideszes KDNP-s képviselőnek olyan javaslata van, ami hasznos és jó a kerületnek, azt tudjuk majd támogatni. Szóval ez egy kicsit nyálas, de tényleg szeretnék minden kerületinek az önkormányzata lenni. Nem, hát ez igazából nem nyálas, ez olyan polgármesteri. Ezt szokták mondani a polgármesterek. Ezt meg kell szokni nyilván a polgármesteri időrendet, órarendet, a tevékenységi köröket, de hát ebbe belelátott az elmúlt években. Mi volt ebben annyira vonzó, hogy úgy gondolta, hogy ezt meg kell próbálni? Én azt gondoltam, hogy tudnánk sokkal jobban irányítani a kerületet, jelesint azért, mert nagyon sok mindent itt nem tett meg a kerület az elmúlt években, amiket azért más kerületek már elkezdtek megcsinálni. Mindenképp szeretnénk létrehozni egy részvételi irodát, ugye ide tartozna egyrészt egy közösségi költségvetés, ami lenne mostantól kerületi szinten, illetőleg a részvételiségnek azok a 21. századi formája, amik hát túlmutatnak a jelenlegin, ami a évenkénti egyszeri, hát csúnya szóval közmeghallgatást jelenti. Ugyanakkor amiket meg csinált az önkormányzat, az szerintem nagyon problémás volt. Végtelen sokszor elmondtam, a közbeszerzéseken gyakorlatilag nem volt verseny. Itt egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, mert a nagyértékű közbeszerzések többsége az úgynevezett keretmegállapodás, ami azt jelenti, hogy nem kell lehívni azt a keretet, tehát ki tudjuk írni újra normális versenyben ezeket. Ami miatt aggódom, hogy hát ősszel járnak le bizonyos közbeszerzések, például a igencsak fontos parkolás, vagy a szintén fontos gyermekétkeztetés. Nagyon remélem, hogy ezeket nem írják ki addig, és meg tudjuk csinálni. Ez egy picit hülye helyzet, ugye, hogy nekünk most gyakorlatilag semmi hát októberig vár. Nincsen. Ami egyrészt jó, mert nyilván így van 3,5 hónap egy csapatot, megfelelő szakmai csapatot összerakni, tehát ebből a szempontból jó, viszont hát nagyon aggódunk attól, hogy mit fognak csinálni a következő. De arra rá fog látni, mert ugye most is testületi tag, tehát a szeme előtt zajlik majd minden. Hát ez egy picit túlzás, nálunk egy képviselő igazság szerint annyit tehetett, hogy ugye persze a testületi ülésekre bemehetett, de hát nyilván ezek közvetítve vannak. Miután mi elkezdtük közvetíteni, és hülyén nézett ki, hogy csak a kutyapárt oldalán lehet megnézni az önkormányzat, én pedig nem. De hát azért az, hogy milyen szerződéseket kötnek, az nem feltétlenül testületi döntés, és ugye ezeket mi nem látjuk. Nyilván egy közbeszerzést látunk, meg egy ingatlan eladást látunk, de megakadályozni viszont nem tudjuk, tehát megvan a többsége még a Fidesznek. Pokorni Zoltán gratulált? Hozzám nem jutott el ilyesmi, de bevallom, nem vagyok benne biztos, hogy az összes üzenetet minden fórumon elolvastam, amit kaptam, mert most egy ilyen egynapos csúszásban vagyok így ezekkel. Én nem láttam. Aki felhívott, és tudom is mondani, az egyébként meglepő módon Fűrjes Balázs volt, aki felhívott és gratulált. Azt mondja, hogy a törvénytelenül felállított kegyeletsértő túlszobor elkerül a eddig ismert helyéről, megy a Szobortparkba. Hogy ott mennyire fogadják szeretettel, az egy másik kérdés, nyilván befogadják. Mi kerül a helyére? És biztos, hogy meg tudja csinálni, hiszen erről nagyon komoly viták voltak, és nagyon komoly tüntetések voltak a Turul-szobor körül. Ez egy érdekes kérdés, mindamellett szerintem egyébként nem tartozik a mondjuk a 10 legfontosabb kerületi ügybe, de valóban ez egy kiemelt, szimbolikus fontos. Én a saját véleményemet mondtam el, én azt gondolom, hogy szerintem egy kardot tartó Turul a javarészt zsidó áldozatok emlékére nem egy megfelelő. A története az meg, aki ismeri, azt tudja, hogy milyen szörnyű az egész, és a helyszín szintén elég problematikus. Ugyanakkor azt fogjuk csinálni, hogy amit szerintem kell egy önkormányzatnak, tehát egyrészt beszélünk hozzáértőkkel, szakértőkkel,
történészekkel, és meg fogjuk kérdezni a lakosság véleményét, mi így szeretnénk irányítani ezt az önkormányzatot, és ennek lesz egy vége, akkor fogom tudni megmondani, hogy mi kerül a helyére. Nem erőből dönti el, hogy én vagyok a polgármester, az enyém a testület, vigyétek. Szeretnénk egy olyan, tényleg lehet, tudom, hogy nem lett teljes konszenzust egy ilyen ügyben, főleg, hogyha elviszik a madarat onnan. Egyébként Tatabánya tök jó hely lenne, mert akkor lehetne gyereke az ottani nagyobb turulmadárnak. Mi egyébként régen próbáltunk még Tinderen csajt keresni ennek a tatabányai turulnak, de Istennek nem jött össze, úgyhogy legalább egy kis kölyköt tudnánk neki, kis madarat. De valóban, tehát az, hogy a kerületben történteknek legyen emlékműve, és akár ott, az egyébként logikus lehet, ami szólhat akár a háború katonai áldozatairól, akár a polgáriakról. Ezt el kell dönteni, ugye nálunk volt a legerősebb nyilas mozgalom a 12. kerületben, tehát hogy erre van ott valami fajta reflektálás, az szerintem rendben van, de nem egy kardot tartó. Toroszkai László azt mondta, hogy a Mi Hazánkkal találják szemben magukat, hogyha hozzányúlnak a szoborhoz. Engem kerületi ügyekben a szakmai vélemény érdekel, és a lakosság véleménye érdekel, Toroszkai László véleménye nem érdekel. Azt mondta, hogy nem a 10 legfontosabb dolog egyike a turul, mi a legfontosabb? Hát amiket azonnal megteszünk, amit már említettem, hogy kell egy részvételi iroda, tehát mindenképpen szeretnénk tényleg bevonni a lakókat a döntéshozatalba, illetve hogy a költségvetés részéről ők dönthessenek. Amit azonnal meg tudunk tenni, az, hogy elbontjuk a félkész lombkorona sétányt, ez egy több ezer négyzetméteres terület, nem messze a Normafától, és ezt vissza tudjuk adni az erdőnek, hát átadjuk a Pirisi parkerdő kezelésébe, vagy hát legalábbis velük együtt egyeztetünk, hogy mit lehetne ezzel csinálni. A közbeszerzések szintén nagyon fontosak, tehát ki kell írni újra azokat, ahol nem volt verseny, illetve az újakat megfelelően kell kiírni. Nekünk van egy 50 oldalas közbeszerzési programunk, ami még 2 éve készült a választásra, amik ebben szerepelnek, azok mentén szeretnénk dolgozni. Nagyon-nagyon fontos, hogy azt szerintem mi össze tudjuk hozni, hogy az ország egyik leggazdagabb kerületében ne legyenek olyan emberek, akiknek alapvető mondjuk tárgyai nincsenek meg, amikor léteznek olyan emberek, akik nagyon szívesen odaadnák ezeket, tehát szeretnénk megteremteni a lakossági önkéntesség bevonásának a kereteit és a megfelelő formáit. Ezt nálunk úgy kezelte egyébként a Fidesz, ahogy szokta, a problémákat ugye nem kezeli, és akkor olyan, mintha nem lenne probléma, pedig valóban laknak szegény rászorulók a 12. kerületben is. Ezt már talán itt is meséltem, tényleg mi akár a Facebook oldalunkon, pont ma egyébként valaki, egy rászoruló kért egy tévét, 15-en ajánlottak fel egy óra alatt, nem hiszem el, és egyébként ez nagyon szomorú, mert ezt én próbáltam megcsinálni korábban, még képviselőként. Én leírtam az önkormányzatnak, hogy mi mindent megcsinálunk. Tehát mi kivérünk egy raktárat, begyűjtjük az eszközöket, és ők ezt majd kapnak egy listát, családsegítő központ odaadhatja. Ezt nem volt képes támogatni a testület. Hát most polgármesterként megteheti majd. Karácsony vagy Vitézi most, hogy újra számolnak. Mit gondol? Hát én nem tudom megképpen. Kinek szurkol? Én Vitézi Dávidnak rá szavaztam, de egyébként meg nyilván az igazságnak szurkolok, tehát derüljön ki, hogy pontosan hány érvényes szavazat. Kovács Gergely, a kétfarkú kutyapárt társelnöke, a 12. kerület polgármestere. Köszönöm szépen. Köszönöm.